Nézzük most meg egy 20x20-as egyszerű Color Blockapix megoldását. Kezdjük talán ennél a 18-as számnál, hiszen ezt a 18-ast lefelé biztos, hogy nem húzhatjuk. Legfeljebb 2x9-ként húzhatnák le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van is annyi hely. Viszont, ha lefelé húznánk, akkor sem jobbra, sem balra nem tudnánk tovább menni. Balra ez miatt a 4-es miatt, jobbra pedig ez miatt a 2-es miatt nem tudnánk megkétszerezni. Tehát ezt a 18-est ezt csak vízszintesen lehet. Ami viszont itt baj, hogy nem tudhatjuk megmondani még most így, hogy ez lesz a 18. mező, vagy ez lesz a 18. mező. Viszont ha megnézzük ezt a kettest, illetve megnézzük azt, hogy ide honnan tudunk bejutni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy sehonnan sem, hiszen ettől a hatostól biztos, hogy nem tudunk bejutni. Vízszintesen. Nem, vízszintesen csak erről lehetne bejutni, de itt meg nincs helyünk. Tehát ezt nyilvánvalóan ezt be kell színeznünk. Így aztán ez a 18-as már ki is jött. Van itt ez a 6-os számunk, ezt a 6-ost, ezt viszont sajnos kétféleképpen tudjuk fölvinni. Az egyik lehetőségünk, 1x6-ként így lefele, a másik pedig 2x3-ként. Viszont ez a 2x3-as idáig jönne le, és akkor ezt még mindig felvihetnénk így 2x3-asként ezt a 6-osat. Hát ezt még egyelőre függőbe kell tennünk, az biztos csak ebből, hogy így ennyit, 3-at biztos, hogy le kell, hogy jöjjünk. Azt nem tudjuk, hogy a másik 3-ast jobbra vigyük ettől, vagy pedig vigyük tovább lefele. Vannak ezek az egyesek, közben itt azokat színezgetjük, mindenféle magyarázat nélkül, hogyha látunk egyet. Aztán megnézzük még, hogy mi a helyzet. Találunk-e még könnyen beszínezhető mezőket. Nézzük ezt a 20-ast itt. Ez lehet 1x20. 1x20 nyilvánvalóan csak vízszintesen lehetséges. Illetve 2x10 is lehet elvileg még. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, föl is fér függőlegesen, viszont duplázni már nem bírunk, például ez miatt az 5-ös miatt. De nem bírjuk fölvenni 4x5-ként sem, hiszen akár a 4, akár a 5 jön fölfele, ez miatt az 5-ös miatt már erre tovább nem bírnánk balra tovább. Hát függőlegesen ezt nem tudjuk fölvinni, csak vízszintesen tudjuk fölvinni, viszont vízszintesen 1x20-ként kell, hogy fölvigyük, 1x ez miatt a 3-as miatt. Egyszer pedig ez miatt az 1-es miatt. Tehát ezt csak vízszintesen 1x20-ként tudjuk felrögzíteni ezt a 20-as mezőt. Akkor ez a 3-as már csak jobbra mehet tovább. Közben ezt az egyes beszínezem, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Ez a 3-as fölfele nem mehet, hiszen nincs ennyi hely már fölfele, lefelé meg ez nem engedi jönni, tehát csak erre vihetjük ezt a 3-ast. Mi a helyzet ezzel a 9-essel? Ez a 9-es, ez lefelé nem jöhet.
teljesen nyilvánvaló. Három mezőnk van, viszont akkor háromszor hármas kéne, hogy legyen a mezőnk. Viszont innen sem jobbra, sem balra nem tudunk tovább lépni. De hát ez már csak egyszer kilences mező lehet. Viszont azt nem tudjuk, hogy hogyan fog kilences mező tovább menni. Az biztos, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez lenne a hetedik, ha így lenne, és akkor innen még 2 hiányzik, tehát erre el kell hoznunk legalább 2-t. Marad még itt 1, 2, 3, 4, 5, ezzel a 3 mezővel ez csak 8 volna, tehát akkor ide is be kell, hogy húzzunk még legalább 1-et. Ez az ötös, ez már csak vízszintesen lehet, viszont vízszintesen nem tudjuk még, hogy hogyan fog elhelyezkedni. Annyit tudunk, hogy erre csak 2-t tudunk hozni, tehát emez irányba, jobbra minimum 3-at el kell húzzunk. Akkor ez a 2-es, ez már csak így vihető. Nézzük meg, mi a helyzet ezzel a 8-assal. Ezt 2x4-ként nem tudjuk felrögzíteni. Bár ugye le tudunk jönni 2-t, de akkor már csak erre tudnánk tovább jönni jobbra, és akkor ezzel 1-2-3 mezőt tudnánk csak. Mert a tovább lépést ez a 5-ös megakadályozná. Tehát ez 2x4-ként nem vihető föl, csak 1x8-ként. Itt van 1, 2, 3, tehát emez irányban még 1, 2, 3, 4, 5-öt minimum el kell hozzunk. Ez a 4-es mező, ez csak vízszintesen vihető fel 1x4-ként, hát az a biztos, hogy erre minimum 3-at el kell hoznunk, és akkor vagy ez lesz a negyedik, vagy ez lesz a negyedik. Mi a helyzet ezzel a 12-es, 14-essel? Ez nyilvánvaló, hogy csak 2x7 lehet, azonnal látszik, hiszen a 14 egyik irányba sem, 1x14-et egyik irányba sem tudjuk felvinni, maradt tehát a 2x14, a 2-es, vagy 2x7, tehát a 2-es csak lefelé tudjuk hozni, és innentől kezdve viszont már csak balra mehetünk tovább, és ezzel ez meg is van. Ez a 6-os mező 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez csak vízszintesen vihető, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen fölfele ettől a 6-ostól nem bírunk haladni, és mivel itt pontosan 6 elemünk van, ezért ezt be is kell színeznünk mind a 6-ot vele. Most már látszik, hogy ez a 2-es csak fölfele vihető, ez a 2-es csak balra vihető, és akkor még mindig nem tudjuk eldönteni, mi a helyzet ezzel a 6-ossal. Ide viszont még mindig két helyet tudunk, egyrészt be tudunk jönni a 2-estől, be tudunk jönni ettől a 9-estől is. Mi a helyzet ezzel itt? Ide úgy tűnik, hogy csak az 5-östől tudunk bejutni, hiszen ettől a 6-ostól arra 1, 2, 3, 4, 5, 6, még ha egyszer 6 lenne, még akkor is csak idáig tudnánk eljutni. Ebből nyilván nem tudunk oda bejutni, sehogy sem. Tehát ezt a 5-ös minimum idejét ki kell hoznunk. És akkor itt már csak egy mező hiányzik neki, ennek az 5-ösnek. Már 4 megvan. Tehát ide nem tudjuk már elhozni az 5-öst, ez a lényeg. És akkor innentől kezdve látszik, hogy ide, ebbe a mezőbe csak ebből a 4-esből tudunk bejutni. Viszont tovább nem mehetünk, tehát ezt a 4-es le kell hoznunk. Így 2x2-esként fogok akkor őt szerepelni.
ide még mindig be tudok jutni a kettőből is, meg be tudok jutni az ötből is, úgyhogy egyelőre még ezt függőben hagyjuk. Viszont látszik, hogy ez a négyes most már csak erre vihető tovább, így. Ez a hármas csak vízszintesen helyezhető el, azt viszont kétféleképpen tehetjük meg, vagy úgy, hogy ide teszünk egyet, és a másik két irányba még, másik irányba még egyet, vagy pedig jobbra teszünk kettőt. Egy tehát biztos ebből, hogy ez itt, ezt be kell, hogy színezzük innen ki. Ebből a négyesből még mindig két irányba mehetünk, viszont lefelé nem mehetünk egyszer négyként, mert nincs annyi helyünk. Tehát ezt csak vízszintesen vihetjük egyszer négyként. Kétszer kettőnként meg ez miatt a másik miatt, négyes miatt nem tudjuk őt beszínezni. Ide ebbe a pontba most már csak ebből a kettesből tudunk eljutni, hiszen a hármas nem ér el odáig. Innen föntről nem tudunk oda jutni. Ennek a kettesnek akkor ide kell jönnie, és akkor ebbe a két mezőbe már csak a hatosból tudunk bejutni. Maradt még egy mezőnk, azt muszáj balra vinnünk. És akkor mivel vízszintesen ide 15-öt nem tudunk elhelyezni, ide nem húzhatjuk be a 15-öst, mert akkor őt egyszer 15-ként kéne beszíneznünk, tehát ide csak a 2-est húzhatjuk fel. És mi a helyzet ezzel a 15-össel? Nézzük most meg. 1, 2, 3, 4, 5-öt tudunk elmenni balra. Így 3x5-ként őt föl tudjuk venni. Függőlegesen nem szerepelhet az ötös, mert nincs annyi hely, tehát csak így helyezhetjük őt el. 3x5-ként ezt muszáj ide fölrögzíteni. Most már látszik viszont, hogy ez a ötös, ez már csak erre fejezhető be. Akkor ide csak ebből a kettesből tudok bejutni. Ebből a mezőbe csak a 9-esből tudunk bejutni, most már ezt végig is vihetjük az egészet, hiszen csak ez az egy lehetséges fölvitával, és akkor ez a 6-os, ez már csak így helyezhető itt el. Ez a 6-os pedig egyértelmű, hogy már csak így rakható föl. Ez a 8-as, ez már csak vízszintesen fejezhető be így. Ez az 5-ös, ez függőlegesen nem vihető 5, mert csak két helyünk van, tehát vízszintesen kell végigvinni 5-öt. Ide a 6-ost nem hozhatjuk be ebbe a mezőbe, mert akkor 2x3, tehát kéne még egy oszlop tőle, viszont ez a 4-es már nem enged, illetve ez a már beszínezett mező nem enged balra menni. Így aztán ide már csak ebből a 4-esből tudok bejutni. Ez az 5-ös, ez egyszer 5 lehet csak, tehát minimum 3-at el kell hoznunk jobbra, hiszen arra, balra még van két helyünk. Ez a hármas már csak így fejezhető itt be. Az a baj, hogy nem tudom még ezt a négyes megmondani, hogy ez vízszintesen megy tovább egyszer négyként, vagy pedig kétszer kettesként fogjuk felrögzíteni. Nézzük most ezt a 9-es mezőt. Tőle lefele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mezőnk van, egyet minimum fel kell, hogy vigyünk.
akkor lefele meg idáig be kell, hogy színezzük, mert a 9. az vagy ez a mező lesz, vagy ez a mező lesz. Van még itt egy egyesünk, gyorsan beszínezzük. Most azt nézem, hogy ide, ebbe a pontba csak innen tudok eljutni, 2-esből innen nyilván nem, innen pláne nem. Hát ezt muszáj így rögzítenünk akkor, és akkor ebbe a pontba már csak ebből a 4-esből tudok. Ide viszont már csak az ötösből tudok lejutni, akkor föl kell, hogy vigyem az ötöst, függőlegesen. Ezt a 4-est, ezt nem tudom elvinni balra, mert csak 3 elemünk van. Tehát őt már csak 2x2-esként tudjuk lerögzíteni. Mi a helyzet ezzel a 8-assal? Ez a 8-as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemünk van, tehát egyszer 8-ként nyilvánvalóan nem tudjuk lerögzíteni. Maradt tehát a másik eset a 2x4. Azt viszont még nem tudjuk megmondani, hogy hol lesz, melyik irányba fog terjedni a 4-es, tehát vízszintesen helyeskedik el ez a téglalap, vagy függőlegesen, mert mindkét irány számításba jöhet most. Ez a 3-as, ez csak függőlegesen mozgatható, tehát fölfele minimum egy elemet be kell, hogy színezzünk vele. Mi a helyzet ezzel a 6-ossal itt? Ezt a 6-ost ide biztos, nem biztos. Egyszer 6-ként biztos, hogy nem szerepelhet, csak 2x3-ként. Tehát ami biztos, az az, egyet minimum le kell, hogy hozzuk. Lehet, hogy még egyet tovább kell vinnünk, de nem biztos, mert még így, hogyha erre visszük tovább, és erre, akkor vízszintesen helyezkedik el a 2x3, vagy pedig függőlegesen helyezkedik el a 2x3. Akárhogyan is helyezkedik el azonban, a vízszintesen, ha függőleg, vízszintesen ugye úgy helyezkedhet el, hogy ezt is be kell színezni, ezt a két pedig akkor is be kell színeznünk, ha vízszintesen helyezkedik el a téglalapunk. 2x3-as téglalapunk. Ha pedig függőlegesen helyezkedik el, akkor is be kell színeznünk ezt a két mezőt. Tehát akkor ez egy színezendő, akkor ebből a 2-esből már csak erre tudok jönni, ebből a 2-esből már csak lefele tudok jönni. Hát innen még tudok lefele is, meg tudok menni balra is. Ide viszont ezt a 4-est már nem hozhatjuk föl. Hát ez a 4-es, ez már csak 2x2-es lehet, hiszen vízszintesen sem lehet 1x4-es. Hát ő már csak így lehet. Ide viszont még be tud jönni a 3-as, illetve be tud jönni ez a 6-os. Ide ebbe a pontba, most már csak ebből a 4-esből tudok eljutni. Ebbe a pontba a 2-esből itt nem tudok oda jutni, tehát muszáj fölvinnem ezt a 4-est. Akkor ebbe a pontba már csak a 2-esből tudok eljutni. Ez a 2-es most már csak lefele jöhet. És akkor ebbe a pontba már csak a 3-asból tudok lejutni, ebbe a pontba pedig csak ebből a 2-esből tudok lejutni, ez biztos.
Itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemünk. Tehát ezt a 6-ost még be tudjuk ide húzni elvileg, és akkor a 2-est meg ide kell, hogy húzzuk. 1, 2, 3, 4, 5. Az a baj, az 5-est is kétféleképpen tudjuk még felrögzíteni itt. Mi a helyzet ezzel a hatossal? Hogyha ezt a hatost itt lehoznánk erre, akár csak egyel is, akkor ezt a hatost már nem tudnánk felrögzíteni, mert akkor ő neki nem lenne elég hely. Ez az elem itt megakadályozza őt kétszer-hármasként felrögzíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt a hatost itt nem húzhatjuk le egyáltalán. Ezt a hatost csak vízszintesen tudjuk elhelyezni csak, és ráadásul egyszer hatosként. Akkor az a kettes már csak ide jöhet, ebbe a pontba már csak a hatos jöhet be. És ettől kezdve viszont az ötös már függőlegesen nem vihető, csak vízszintesen. Végig is kell, hogy vigyük, akkor ez a nyolcas innentől kezdve egyértelmű, hogy csak így helyezhető el. Ez a hatos, ez felrögzíthető még kétszer háromként, így, vagy egyszer hatként. Akár melyiket is rögzítjük, azonban ez a három itt kötelezően beszínezendő. Ide viszont akkor ez az ötös már nem fog elérni, tehát muszáj akkor ezt a hatostól felvigyük, és akkor ettől kezdve viszont ez az ötös már csak balra fejeződhet be, ettől kezdve a kettes már csak lefele jöhet, ez a kettes már csak jobbra mehet, ez a kettes már csak lefele jöhet, és akkor ez a hatos, ez már csak így fejezhető be. Ebbe a mezőbe már csak a hármast tudjuk felvinni, és akkor le kell még vigyük, befejezzük. Ez a kettes már csak lefele jöhet. Ide ebbe a pontba már csak a kettesből tudok bejutni. Nézzük ezt a pontot. Ebbe a pontba egyedül ebből a hármasból tudok bejutni, és akkor itt már felfele kell befejeznünk. Ez a hármas már csak lefele jöhet. Ez a négyes csak függőlegesen helyezkedhet el egyszer négyként, hiszen sem jobbra, sem balra nem mertünk tőle. Ez a kettes csak lefele jöhet, ez a hármas csak jobbra mehet. Ebbe a pontba a kettesből nem tudunk oda jutni, tehát marad a hármas, így aztán őt fölfele kell befejezzük. Most ez a nyolcast, hogyha megnézzük, akkor látszik, hogy ide már csak a nyolcasból tudunk eljutni, meg föntre is. Tehát innen látszik, hogy őt kétszer négyként kell rögzítenünk, megtettük. Ez a kettes már csak fölfele vihető. Ebbe a pontba kettesből itt alulról nem tudok eljutni, muszáj a négyesből mennem, és akkor őt már csak kétszer kettőként tudjuk lerögzíteni, ez a kettő már csak lefele jöhet, ez a kettő is csak lefele jöhet, ebbe a pontba már csak a hármasból tudok bejutni, ebbe a pontba pedig csak a kettesből, és akkor a ábra felső része gyakorlatilag ezzel már kész is van, nézzük az alját most. Ez a hármas csak balra vihető. Így, itt van az egyes, ez nyilvánvaló, hogy beszínezzük. Ez a négyes, ez lehet egyszer négy. Viszont itt 1, 2, 3, 4, 5 helyünk van.
Hát az biztos, hogy jobbra minimum 3-at el kell, hogy hozzunk. Ez a 6-os. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Egyszer 6 lehet, vagy kétszer 3 lehet. Tehát az biztos, hogy jobbra minimum 3-at el kell, hogy vigyük. Vagy visszük tovább még 3-at, vagy pedig lehozzuk. Így egy sorról. Ebbe a pontba itt 2-esből nem tudok eljutni, föntről nem tudok eljutni, sehogy sem. Tehát muszáj az 5-est ide bevinnünk. És mivel már erre csak egyet hozhatjuk tovább, maximum, ezért mivel 2 van, még 2-t be kell színeznünk jobbra is. Nézzük most ezt a 8-ast. Ez a 8-as egyszer 8 lehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Egyszer 8 az csak vízszintesen helyezkedhet el ugyanis. Fölfele nincs annyi hely. Vagy pedig 2x4 lesz. Akármelyik is a három közül, mert biztos, hogy egyet erre el kell, hogy hozzuk ezt a 8-ast. Akkor ennek a 4-esnek egy eleme elvileg bejöhet ide, de nem biztos. Tehát akkor jobbra még 3-at pótolnunk kell. Többet viszont nem tudunk, mert nincs hely ez miatt az 1-es miatt. Őt kell behoznunk ide, és akkor ez az 5-ös, ez már csak így fejeződhet be, ez a 2-es már csak fölfele jöhet. A 3-ast lefele már nem tudjuk hozni, ezt a 3-ast, csak vízszintesen tudjuk őt berajzolni. És akkor ide, ebbe a pontba egyedül az 5-ösből tudunk már bejutni, a 5-öst pedig vízszintesen kell tovább folytatni. Hát ezekben az elemekben pedig egyedül a 4-es jöhet már be. Ide, ebbe a pontba, a 3-asból nem tudunk fölmenni, mert akkor nem tudnánk befejezni ezt a 3-ast. Magyarán ebbe a pontba már csak a 4-esből jöhetünk. Ez a 3-as már csak így rajzolható be. Viszont ide, nézzük, az 5-est be tudjuk hozni. 1, 2, 3, 4, 5, be tudjuk vinni. Az viszont biztos, hogy ebbe a pontba már csak innen tudok bejutni. És akkor még egy dolog következik ebből, nevezetesen az, hogy ezt minimum 1-et még erre el kell hoznunk. Lehet, hogy erre még el kell hoznunk befejezni mind a 8-at, de nem biztos, mert még fölfelé is befejezhetjük ezt. Az viszont biztos, hogy ezt a 4-est lefele már nem hozhatjuk egyszer 4-ként, mert nincs 4 hely. Jobbra sem vihetjük egyszer 4-ként, mert ott is csak 3 hely van. Tehát ez itt 2x2 kell, hogy legyen. És akkor ide, ebbe a pontba, most már csak abból a 2-esből tudok oda jutni. Ezt a 3-as már csak vízszintesen tudom befejezni, erre. Ezt a 3-as csak egy irányúan, így, vízszintesen őt is. Ezt a 4-est csak vízszintesen tudom végigvinni. Ezt a 4-est viszont el tudom még vinni. Van 4, lefele nem lehet egyszer 4, viszont lehet 2x2 is, tehát minimum 1-et erre el kell hozzuk. Viszont ez az 5-ös, ez csak vízszintesen helyezhető most már rá, hiszen függőlegesen nincs annyi helyünk,
És akkor ez a 8-as innentől kezdve már egyértelmű, csak vízszintesen fejezhető be. Ettől kezdve most már ez is egyértelmű, hogy ez a 6-os is csak vízszintesen fejezhető be. Innentől kezdve a 4-es is egyértelműen vízszintesen fejezhető be. Ez a 2-es már csak jobbra vihető. Ez a 3-as is csak jobbra vihető. Ez a 2-es is csak jobbra vihető. Ez a 2-es is csak jobbra vihető. Ettől kezdve viszont ez is egyértelmű, ezt ide kell hoznunk. Itt tudjuk a negyediket beszínezni. Ez a 2-es már csak ide jöhet. Ide ebbe a pontba, ebből a 3-asból nem mehetünk, hiszen akkor lefele kéne befejezni, de ott nincs már hely. Ez a 3-as ez csak vízszintesen fejezhető be. Ez a 3-as is egyértelmű. Most már, és akkor ez a 2-es vihető csak ide. Ezt a color block a pixelt befejeztük. Megoldás ennek, tehát így néz ki. Hát én igazán, de nem tudom leolvasni, hogy ez az ábráz mit akar ábrázolni.